Hetek óta dolgoznak az ünnepi díszkivilágításon Győrben, mostanra a szakemberek 90%-ban el is készültek a munkával, péntek délutára pedig az utolsó izzóig minden a helyére került. Erről számolt be Győr két alpolgármestere, az útkezelő szervezet és a Győr Szól. A karácsonyi kivilágítás ismét olyan lesz, hogy a csodájára járnak majd. Az embereknek természetesen igényük van, hogy egy kicsikét ráhangolódjanak a karácsonyra. Erre a ráhangolódásra nagyon jó részben a majd pénteken megnyitandó adventi vásár, ahol elég minőségi áruk vannak, illetve megnyitandó, illetve felkapcsolandó világítás. Én azt hiszem, hogy a mi városunk ezzel az adventi vásárral, a minden évben változó és egyre szebb és egyre hangulatosabb dolgokkal segíti hozzájárulni a győrieket ahhoz, hogy jól érezzék magukat, de ne csak jól érezzék magukat, hanem készüljenek a karácsonyra is. A mesés győri adventre évek óta sokan kíváncsiak, erről már Fekete Dávid beszélt a Széchenyi téren. Az alpolgármester szerint most is jó lesz majd sétálni egy nagyot a belvárosban, és magunkba szívni az igazi karácsonyi hangulatot. Ha úgy hívjuk, hogy mesés advent, az nagyon sok mindent elárul. Elárulja azt, hogy mi elsősorban igyekszünk, ugyanúgy, ahogy például nyáron a Győr Kötz Fesztivállal, ilyenkor adventkor is egyébként a gyerekekre külön figyelmet fordítani, hiszen rengeteg gyermekprogram lesz, rengeteg olyan helyszíne lesz az adventi vásárnak, ahol kifejezetten a gyerekek számítunk, a fiatalokra számítunk, lehet ez a kisvasút, lehet ez a korcsolyapály, és még nagyon sok minden más, ami az idei évben is várni fogja a fiatalokat. És amellett pedig ez a mesés, ez talán egy picit azt is jelenti, hogy mi nem szeretnénk azt, hogy ez az adventi forgatag egy ilyen nagy őrületbe csapna át, és ugyanaz, ami a plázákban, meg a különböző bevásárló központokban található, sokkal inkább szeretnénk egy meghitt hangolódást biztosítani az ünnepre. A karácsonyi díszkivilágítást most is az útkezelő végzi, és a szervezet gondoskodik a 42 darab mindenki karácsony fájának díszítéséről is. Múlt évben nagyon sok újdonság is kikerült, hiszen a Dunakapu téren van ez a gömb, van a nagyobb figura, tehát ott olyan látványelemek voltak, amit igazából én azt hiszem az idejében nehéz lett volna most felülmúlni, ezért a meglévő eszközállománnyal díszítették újra a várost a kivitelezőnk. Azokon a helyszíneken, ami már ismert, ez gyakorlatilag a Városháza, a Barosút, ennek a közvetlen környezete az utcákkal, hangsúlyos természetesen a Széchenyi tér és a Dunakapu tér, és ezeknek az átkötő részei. Ezek voltak azok a felületek, amik most díszítésre kerültek, emellett még a díszítésnél a mindenki karácsonyfáját, ami Győr városában idén 42 darab van. Ezt a Győr Szól állítja fel ezeket a fenyőfákat, részben meglévő fák vannak díszítve, részben pedig az általuk felállított fenyőket díszítjük karácsonyi világítással. Így teljes igazából ez a karácsonyi munka. A Vilkor szakemberei 3500 darab LED izzósort, 3000 méter fénykábelt és 13 km fényfüzért szereltek fel. 25 villanyszerelőjük 7 kosaras autóval hetek óta azon dolgozik, hogy péntek estére tényleg minden mesés legyen Győrben. Olyan 3500 darab LED izzósort raktunk fel idén, 3000 méter fénykábellel, nagyobb elemekkel, amik tavaly is megtalálhatóak voltak a Dunakapu téren, hóember, épített fenyőfa, gömb, ezek idén is ugyanúgy élvezhetőek, megtalálhatóak. A Győr Szól a mindenki karácsonyfáinak felállításáról gondoskodott, amiket szintén az útkezelő szereltetett fel égősorokkal. A minden bizonnyal páratlan győri díszkivilágítást pénteken 17 órakor kapcsolják majd fel, és hivatalosan akkor nyílik meg az adventi vásár is.